egyszer volt, hol nem volt. Az üveghegyen is túl, Meseország déli részén állt egy hatalmas kastély. De nem ám akármilyen kastély volt ez. Felette mindig egy hatalmas szivárvány tudott. Mesélve kezdődött a 2024-2025-ös tanév beiskolázási programsorozata, amelyet a helyi iskola szervezett. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó eseményre sokan ellátogattak. A mai programunkra, nagy örömünkre igen sokan látogattak el. 45 érdeklődő óvodás érkezett hozzánk, nem csak Bonyhádról, de Váraljáról, Kisdorogról és a környező településekről is. Emiatt pár perccel később is tudott elkezdődni a rendezvény, ami rendhagyó módon egy mesével kezdődött. Ezt a mesét a leendő elsős tanítónők írták, és ez egy üzenet is a részünkről, ugyanis mi azt gondoljuk, hogy az óvodából érkező gyerekek még gyerekek, és nem szabad őket leterhelni nagy hirtelen, nem szabad őket a hatalmas követelmények elé állítani, hanem az a fontos, hogy inkább játékos formában sajátítsák el a tudást. Az intézmény vezetője fontosnak tartja a rendezvényt, mivel a leendő elsősök megismerkedhetnek az új tanítókkal. A mese az egy eltűnt üveggolyóról szól, és az eltűnt üveggolyó keresésehez kapcsolódnak a mai állomások. Három állomás van, mindegyik igen játékos. Az egyik egy ilyen táncos foglalkozás, akkor van egy olyan helyszín, ahol varázslathoz kapcsolódik a gyerekeknek a programja, és van egy helyszín, amelyiken játékos észfeladatok, fejtörők. Én úgy látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik ezeket az eseményeket, és minden állomáson szerezhetnek olyan jutalomgombokat, amit később a mézikének nevezett bábúra el tudnak helyezni. Az adventhez vonatkozóan egy mézes kalácsot kaptak azok a gyerekek, akik sikeresen teljesítették az állomások feladatait. Az intézmény vezetője elmondta, a következő programot a farsang témakörében fogják megrendezni február 2-án. Az óvodások tavasszal, március 22-én bepillantást nyerhetnek az iskola életébe, valamint a leendő tanítónők munkájába.